Negyedik alkalommal rendezték meg a taktaközi böllérviadalt január 26-án Prügyön. Idén 9 csapat vett részt a gasztroversenyen. A városunkat képviselő Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár ebben az évben külön díjat kapott. A taktaközi települések életében nagy hagyománya van a disznóvágásnak, a disznótoros hús feldolgozásának. Ezen tradíciók ápolása volt a célja a negyedik alkalommal megrendezett taktaközi böllérviadalnak. A böllérek a reggeli órákban láttak munkához, majd kezdetét vette a sertéshús feldolgozása. A délelőtt folyamán készült hagymásvér, de töltöttek hurkát, kolbászt, készültek a szalonnák, tepertők. Városunkat a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár képviselte, akik negyedik alkalommal vettek részt a viadalon. Az idén toros káposztával kedveskedünk a kilátogató vendégeknek, akár a szerencsieknek is, sok szeretettel látjuk őket, és hát bízunk benne, hogy a zsűri, a szakértő zsűri megfelelően fogja értékelni a tevékenységünket. A Szerencsi csapat tavaly megkapta a Böllér király címet, idén külön díjasok lettek. A malac feldolgozása mellett egész nap énekesek és zenés produkciók szórakoztatták a közönséget Prügyön. Vajtó László szervezőt a taktaközi disznótoros tradíciókról kérdeztük. Böllér viadal, ez nagyon fontos, hiszen reggel azért vívás van, ugye vagy a malac, vagy a böllér, tehát valakinek azért állva kell maradnia. Általában rendszerint a böllér, bár láttunk már karóvarjút, de egyébként azt kell mondanom, hogy negyedik hagyományt teremtettünk, ugyanis azért itt a takta közben nagy hagyománya van ennek a disznótorosnak. Valamikor még azért szalmán perzselték a malacot, és hát itt azért disznóölésnek azért van hagyománya. 4 évvel ezelőtt, akkor megkerestem vele a polgármester urat, hogy érdemes lenne itt egy ilyen böllér viadalt csinálni, akkor hát elég erősen pislogott rám, hogy most ez komoly, de azóta hagyományt teremtettünk ebből, és azóta rengeteg gyerek jár ki, akik még nem láttak ilyet. A nagy sikerre való tekintettel várhatóan jövőre is megrendezik a böllérek viadalát Prügyön.